Mézes kalács kastélyt fél éven át készítette Marton Anna. Karácsony előtt mutattuk be híradónkban őt és az alkotását, amelyet azért készített, hogy elárverezze a Betesda gyermekkórház javára. Ő is volt gyerekként beteg, és feküdt hetekig a Betesdában, ezért rájuk esett a választása. Szerette volna meghálálni, amit akkor kapott. A Mézes kalács kastélya 500 000 forintért kelt el. Álmaimban se gondoltam volna, úgyhogy nagyon meglepődtem meg. Tényleg az, hogy ilyen sok tévé, meg újságok, meg mindenki megkeresett, és mindenki azon volt, hogy segítse, hogy ez az akció sikeres legyen. Ennek nagyon-nagyon-nagyon örültem, úgyhogy köszönöm ezúton is. És egyébként azt még szeretném hozzátenni, hogy a hölgy, aki végül megnyerte az árverést, ő az RTL Klub híradóból értesült erről az egészről, úgyhogy nektek is nagyon köszönöm. A legtöbbet adományozóról annyit lehet tudni, hogy egy vidéki doktornő, de nem szeretné vállalni a nyilvánosságot. A Betesda gyermekkórház egy laparoszkópiás műszerre gyűjtött, mert a régi elromlott, és szükségük volt egy újra, ami nagyjából 1 000 000 forintba kerül. Nagyon boldogok vagyunk, hogy ez sikerült, és azt mutatja, hogy nagyon sok jó lelkű ember van, aki a saját munkáját, és utána a pénzét beleteszi abba a munkába, amit mi is végzünk, és ami a beteg gyerekekért van. 28 adományozónk volt erre a Mézes Kalács palotára, kastélyre, és több mint 1 000 000 forint gyűlt össze. Most már meg tudják venni az eszközt, amire a főigazgató szerint minden nap nagy szükség van a hasi műtéteknél. A Mézes Kalács kastély pedig már a kórházban várja új tulajdonosát, és addig is hűvös helyen tartják, ugyanis a mesebeli építmény elemeit karamell tartja össze, így óvják, nehogy elolvadjon.